2013-as Magyar Kupa siker dicsőségét hirdető zászló felvonása ünnepi hangulatot kölcsönzött a Vodafone Sportcentrumba, az ABBA pedig tett arról, hogy a Körmend elleni meccs végéig megmaradjon ez a bizonyos hangulat. Az ezúttal Ronnie Moore nélkül pályára lépő ABBA a negyedik percben már 13-3-ra vezetett a vasiak ellen, fantasztikus kosarakat szerezve. A Körmend a folytatásban sem tudott érdemben hozzászólni a meccshez. A fejváriak remek védekezéssel és eredményes támadójátékkal 28-15-re behúzták az első negyedet. A második 10 perc eleje Juhos Leventéről szólt, a fejváriak fiatal játékos a zsinórban 8 pontot szort. Hozzá csatlakozott Supola és Lekli is, míg a Körmend kínos hosszúságú időtartamban nem tudta bevenni a fehérvári gyűrűt. Végül 6 perc 35 másodperc telt el a negyedből, mire a vasiak betaláltak, ezzel lezártak egy 19-0-ás ALBA rohamot. Az ALBA ezt a negyedet is simán nyerte 28-8-ra, így a nagy szünetre gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzést, 56-23-as eredménnyel vonult a költözőbe a csapatok. A második félidőben folytatódott az ALBA fesztivál. A fehérváriak magabiztosan kosárlabdáztak, és továbbra is elképesztő szinten védekeztek, a Körmendnek már a dobó lehetőségek megteremtése is komoly feladatot jelentett. 26-ra behúzták a harmadik felvonást a hazaiak, így 76-29-el kezdődhetett az utolsó, biztosan tét nélküli negyed. Ebben a felvonásban Branislav Zunic már bátran cserélgethetett, mindenkinek lehetőséget, illetve kellő pihenőidőt adva a találkozón. Az ALBA a tisztesség kedvéért behúzta ezt a negyedet is, és a végén teljesen padlóra küldte a Körmendet. A kiütéses 91-43-as győzelem abszolút önbizalom növelő siker lehet a jövő heti két bajnoki előtt.